Van egy hát szeretném azt mondani, hogy nagyon jó barátom, de annyira ritkán találkozunk, hogy tehát egy kollégám, nagyon drága kollégám, aki nagyon jól brácsozik. Én úgy azt mondanám, hogy Erdély legjobb brácsosa. Ha az én véleményemre valaki kíváncsi, akkor azt mondom. És 20 évvel ezelőtt találkoztunk legelőször Válaszúton, azt hiszem. És még úgy itt-ott találkoztunk. Volt már olyan, hogy ő brácsozott és én bűnöztem. És Tocsila hegedült. Na mindegy, szóval ott a mindenféle. És ilyen még nem volt, hogy Benjamin meg Gerő meg én. Akkor azt csinálom először, hogy normál, úgy reméltem, hogy lesz itt egy másik nagyon drága barátom, Marcel Ramba, Béka de Josszból. Alsó Börkén. Na látjuk, na végre. Mert tudtam, hogy legyen, hogy kell legyen magyar neve, de nem tudtam, és egy nagyon jó cigányegedűs, akitől nagyon sok mindent tanultam annak idején. És már nagyon rég nem láttam. Úgyhogy az ő, hát hogy mondjam, in his honor, muzsikálik egy-két számot. Ő tiszteletére. Igen, köszönöm, amit tőle tanultam neked. Thank you.
konferálom itt a gitárost. Hát ilyen gitárost a világon nem nagyon találni. Elműlva se, így se, máshol se. Hát amilyen zenét csak szeretnék, ő ezt meg tudja csinálni. Már úgy majdnem, hogy 20 éve muzsikálunk együtt, különböző projektekben, van egy görög triónk, van egy trió, egy magyar bőgőssel, aki Belgiumban él. Na, mindegy. Nagyon tisztelem ezt a kollégát a bal oldalon. Bon, gitáron Benjamin Clemens! Vágyam rá, s a nevét is, adjam ki az imád.